Sziasztok! Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! 2023 a skorpióknak. De először is nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, a lájkokat, a hozzászólásokat, és azt a hatalmas szeretetet, amit kapok tőletek. Szeretném viszonozni. Minden hónapra húzok egy-két kártyát. Január. Eredeti Rider tarot. Na nézzük, mit mond az univerzum, milyen segítséget kapunk, milyen tanácsot kapunk. Január 10-es, kardok 10-es, valamit befejezünk, valamiből elegünk van, tehát nem akarjuk átvinni a következő évbe. Ez már akár régóta húzódhat, ez a dolog. Valami, ami csak lehúzott minket, vagy csak kihasználtak minket. Valaki befejezi a munkahelyét, valaki akár a párkapcsolatot, bármi lehetséges is. Tehát az a lényeg, hogy pontot teszünk az íre. Elég volt. Kérünk szépen még egy kártyát. És mi jön ezután? A boldogság, a megkönnyebbülés. Az az élet, amire vágytunk. Tehát ez a kelyhe 9-ese, ez amikor az álmok valóra válnak. Itt ez a kártya azt mutatja, még hogyha fájdalmas is lezárni valamit, véget vetni valaminek, akkor is megtörténik. És ezután jön a megkönnyebbülés. Ez jó döntés lesz. Ez a lezárás nagyon jó döntés. Úgy is mondhatom, hogy tiszta lappal kezdjük az új évet. Február. 78 ajtó. Nagyon szeretem ezt a kártyapaklit. Ez is az egyik kedvencem. 78 esély. Minden kártya mutat egy esélyt, egy lehetőséget. Na nézzük. Február. Ötös, nagy árkánum, ez maga a főpap. Ez, tehát elsősorban a fenti áldás. Vagy megkapjuk azt a bizonyos áldást valakitől, egy fontos szemétől, aki számunkra fontos, vagy aki nagyon valakinek nagyon nagy hatalma van, tekintélye van, felsőbbrendű is lehet, tehát tőle megkapjuk az áldást. Ez a kártya még maga a templom kártyája is, tehát minden, ami templom, ide tartozik. A keresztelő, az esküvők például. És ez a kártya, ez lehet egy tanár, ez lehet egy mentor, lehet, hogy megtaláljuk azt a bizonyos szemét. Na, ez nagyon fontos, itt nem is húzok tovább. Tehát a fenti áldás, az égiek segíteni fogják a skorpiókat. Március. Március nagyon fontos hónap, több szempontból is, de szeretném kiemelni például a Szaturnuszt, csillagjegyet fog váltani, 3 évente szokott egyébként. Ő egy szigorú apa. A Plútó, az meg végképp 15-20 évente szokott váltani csillagjegyet. A Plútó az élet, a halál. Van erről egy külön videóm a Plútóról, érdemes megnézni. Ötös. A második ötös, mert a főpap is ötös, de nagy árkánum. Fontos hónap. A nagy árkánumok mutatják azokat a hónapokat, amik fontosabbak lesznek, tehát valami fontos fog történni. Ötös, na most, ez botok, ez tűzenergia, ez küzdés, ez sportszerű küzdés. De itt tudni kell, hogy csak magunkra számíthatunk. Itt nem kapunk támogatást. Lehet ez tényleg valakinek egy ilyen verseny lesz. Hetes, ez viszont érmék,
Nagyon jó befektetés mutathat ez a kártya. Olyat is mutat, hogy türelmesnek kell lennünk. Tehát megkapjuk a pénzünket, lesz kifizetés, csak egy picit várni kell. Például lehet, hogy itt küzdeni kell valamilyen pénzért. Küzdeni kell a bíróságon például, az örökségért, de végül megkapjuk. Tehát hasonló dolgok lehetnek. A lényeg, hogy itt jönni fog a pénz. Türelem. Türelem. A türelem nagyon fontos. Olyasmi is lehet, hogy befektetünk például a gyermek tanulásába, vagy a ház építésébe. Tehát építik a házat, de várnunk kell. Belefektettük a pénzünket, várnunk kell, mire elkészül az a ház. Tehát ilyesmi is lehet. Türelem. Megyünk tovább. Április. A zöld boszorkány mit mond nekünk? Április. Elnézést kérek, picit még mindig meg vagyok fázva. Április. Négyes. Négyes. Megint botok, tűzenergia. Viszont ez a négyes, ez fantasztikus kártya, zseniális kártya. Ez maga az ünnep, a siker. Tehát ha valamiért harcoltunk, akkor jönni fog a siker. Lesz mit megünnepelni. A négyesek mindig stabilitást mutatnak. Stabil helyzet. Stabil anyagi helyzet is lehet. Ez lehet valami az otthonunkkal kapcsolatos. A lakásunkkal. Lehet adásvétel, lakás, ház, autó, tehát négy sarka van, négy kereke van ugye az autónak. Tehát ilyet is mutathat ez a lap, tehát megünnepeljük a lakást, sikerült eladni, vagy sikerült venni, ünnep. De ez a kártya azt is üzenheti valakinek, hogy nagyon jó fogják fogadni valahol. Örömteli fogadtatás. Egy új családban? Ilyen is lehet. Vagy egy új társaságban? Egy új munkahelyen? Ilyen is lehet. De mivel ez a stabilitás kártyája, olyat is üzenhet valakinek, hogy végre le akar telepedni, úgymond valahol. Elege van az egyedülétből, azt mondja, kész, végre megnősülök, férhez megyek, legyen családom, családot akarok. Vagy valaki azt mondja, hogy elegem van az albérletből, elegem van a költözésből, saját lakást akarok venni. Tehát legyen egy stabil helyem. Na, nézzünk még egyet. Tehát ez nagyon jó, nagyon, nagyon pozitív kártya. Az egyik kedvencem. Király, király és kardok. Egy ilyen személy segíthet. Fontos szerepet játszhat, fontos tanácsot adhat. Például lehet egy jogász, egy ügyvéd, és segít nekünk ebben a dologban elérni ezt a célt, ezt a boldogságot. Nagyon gyakran levegő energia, mint az ikrek, mint a mérleg, vagy vízöntő, orvos is lehet, nagyon gyakran ez a kártya sebészeket mutat, de mindenféleképpen olyan személyt, akinek van felsőfokú végzettsége, mint a régi időben, hát kinek volt karda kezében, tehát az arisztokráciának, ugye a hadseregnek. Nos, megyünk tovább. Május. Mit üzen nekünk a május? Kérünk szépen információt, segítséget, tanácsot. Kilences kelyhek, víz energia, a ti energiátok.
Tehát ez a kártya, ez azt mutatja, hogy végre teljesülnek az álmok, a vágyak. Végre elértem azt az életszínvonalt, amire vágytam. Nagyon jó. Tehát itt boldogság. Boldogság. Tehát minden kehely megtelt örömmel. Több öröm is lehet. Több örömforrás. Kilences a remete nagy árkánum. Fontos hónap. Üzenhet olyan dolgot, hogy például valamit megtudunk, valamire fény derítünk. A skorpiók nagyon jó detektívek, ezt is mondhatnám. Tehát meg tudják tudni a dolgokat, a titkokat. Tehát itt kitudódhat egy titok. Nagyon jó ez a kártya egészségügyi vizsgálatokra. Ugye történik a vizsgálat, és valamit megtudunk az egészségünkkel, ami kapcsolatos, ilyen is lehet. De olyasmit is mutat, hogy végre elértem a célomat, az álmomat, mert a kilences azt mutatja, hogy elértünk valamit. Tehát itt nagyon jó dolgokat elértünk, és egy kicsit el akarunk vonulni, egyedül akarunk lenni, hagyjanak minket békén, élvezni akarjuk ezeket a sikereket. Ilyen is lehet. Megyünk tovább nyár. Mit hoz a nyár? Június. Június. Legyen ez a misztikus pillanatok. A misztikus pillanatok mit mondanak nekünk? Nyár. Június. Na nézzük. Hatos. Hatos. És ez levegő energia. Ez a kártya azt mutatja, hogy a hátunk mögött hagyjuk a rossz életet. Valamit, ami nehéz volt nekünk. Vagy ami nem volt jó, nem volt komfortos, nem tett minket boldoggá. És megyünk az új vizekre, tehát új vizekre evezünk. Bezárjuk a régi életünket, azt az ajtót, és új ajtót fogunk kinyitni. Az új ajtó, azaz új élet, az sokkal jobb lesz. Utazást is mutathat ez a kártya. Néha autóvásárlást is mutat, de nem új autót. Ilyet is szokott mutatni. Nagyon jó ez a kártya. Húzunk még egyet. Internetes tevékenységekre például. Valami, ami internettel kapcsolatos. Munka, szórakozás. És hármas. Nem hiába akartam húzni még egyet. Kejhek, a ti energiátok. Hát ez maga az öröm. Ez maga az ünnep. Van mit megünnepelni. Meg lehet ünnepelni ezt az új életet. Ezt az új kezdést. A barátokkal, a családtagokkal, a rokonokkal. Ünnep. A barátnőkkel. Olyat is mutathat, hogy egyszerűen hárman összeállunk. Három barátnő. És elmegyünk egy kávézóba, és ott kellemesen eltöltjük az időnket. Tehát ilyen is lehet, de valami kellemes a lelkünknek. Július. Július mi legyen? Nézzük csak a júliust. Kérünk szépen információt. Tanácsot. Július. Nyolcas. Gyorsaság. Valami gyorsan fog történni. Ez a gyorsaság kártyája. Lehet gyorsan összepakolunk és elutazunk? Vagy jöhet egy üzenet, egy levél. Ez maga a postás. Úgy is szoktam hívni ezt a kártyát. Jöhet egy csomag. Ilyen is lehet. De az utazás kártyája is. Repülhetünk repülővel,
Ilyen is lehetséges. Vagy gyorsan elrepül a július, vagy gyorsan elrepül a nyár. Hát ez általában így is szokott lenni, de valami begyorsul. Vagy ami egy helyen állt egy darabig, vagy sokáig, akkor most végre elmozdul abból a bizonyos állópontból. És valami kiugrott. Tízes, a második tízes, kardok, a második tízes. Valamit befejezünk, valami véget ér az életünkben. Igen. Egy kártya, ha kétszer jön ki, akkor magára akarja vonni a figyelmet, habár itt különböző hónapokról van szó, de lehet, hogy ugyanaz a helyzet, az visszatér júliusban, ami volt januárban. Lehet. Érdemes-e annak egy új esélyt adni? Nem, nem érdemes. Ez a kártya mutathat például, mivel kardok, fogorvost. Egyszerűen ilyet is mutathat, vagy sebészt. Fáj a fogunk, kellemetlen ez, fájdalmas ez, nem akarunk orvoshoz menni, de muszáj, de amikor kihúzzák a fogunkat, akkor jön a gyógyulás, akkor jön a megkönnyebbülés. Tehát ez a kártya azt üzeni, hogy nehezebb már nem lesz, rosszabb már nem lesz ez a helyzet. Tehát ilyen is lehetséges, de valamit lezárunk, valami befejeződik. Azt nem mondom, hogy ez a lezárás fájdalommentes, ezt nem állítom, mert nagyon gyakran fájdalmas ez a lezárás, amikor kijön ez a tízes, kardok tízese, de utána megkönnyebbülünk. Tehát az idő meg szokta mutatni, hogy ez mennyire jó volt. Jó volt. Tehát lezárjuk a toxikus kapcsolatot. Nos, megyünk tovább. Augusztus, aranytarot, legyen aranytarot. Augusztus. Kérünk szépen információt. Kilences, érmék. A kilences mindig azt mutatja, hogy elértük a célunkat. Elértük az álmunkat. Tehát ez maga a finish. A második kilences itt, habár ez a kelyhek, ugye, hatalmas a boldogság, hatalmas az öröm. Van itt még egy kilences, ez nagy árkánum, a remete. És ez a kilences, ez az érmék, ez az anyagi siker, ez lehet valamilyen jó összeg. De ez maga az egészség is, például mert érmék, az nem csak pénz, hanem értékek is, erőforrások is, és az egészség az ilyen. Például itt el kellett menni az orvoshoz, az orvos segített nekünk, és jön a gyógyulás. Ilyen is lehet. De ez maga a komfort. Ez lehet egy értékes ajándék. Egy nagyon jó nyaralás. Tehát ez maga a luxus is. Álomnyaralás is lehet. De olyan dolog, amikor boldogok vagyunk, amikor büszkék lehetünk magunkra, hogy na, ez nekem sikerült. Én ezt elértem. Itt már le lehet szedni a sikereket, a babérokat. És még egy érmék, és ez a király. Tehát királyok és királynők lehettek. Ezt nem szabad elfelejteni. Kettő darab érmék. Tehát pénz lesz, augusztusban lesz. Lehet menni nyaralni, lehet utazni. Jön a pénz. Ha esetleg kell pénz, mert ez a király, ez lehet például egy bankár, kérünk hitelt, akkor meg fogjuk kapni. Igen. Ez a király nagyon gyakran vagy bika lehet, vagy bak, vagy szűz. Tehát itt nagyon tombol
A föld energia. A föld energia. Adhat egy nagyon jó tanácsot. Ő lehet akár egy könyvelő is. Nos, szeptember. Szeptember lehet az év kereke. Kezdődik a szeptember, az iskola. Szeptember. Na nézzük. Egy plusz üzenet, egy plusz tanács. Mi van itt? A hercegnő, a hercegnő. És kelyhek, érzelmek, megint csak vízenergia, az energiátok. Ez a kártya, ez mutathat gyermeket is. Valami gyermekekkel kapcsolatos. A kelyhek mutathatnak olyan dolgot, ami boldogítja a lelkünket, vagy ez maga a művészet, lehet a gyermekünket beíratjuk egy olyan iskolába, egy olyan külön körre, ami művészettel kapcsolatos, rajzkör, vagy zeneiskola például. Hát szeptember kezdődik is, tehát valamilyen kezdés, ilyen lehet. Vagy mi belevágunk valamibe, mert ez kezdés, ami minket boldogít. Akár művészettel kapcsolatos lehet, de amit a szívünk, a lelkünk boldogan fogja csinálni. Ami örömöt hoz nekünk. Valakinek teljesülhet a kívánsága is. Terhességet is szokott mutatni ez a kártya. Az nem jelenti azt, hogy én terhes leszek, hanem például valamik családtagom, vagy ismerősöm, és ennek örülni fogok. Nos, a királynő. Itt volt a király, az érmék, itt a királynő. Tehát van pénz. Érdemes belevágni. Amibe belevágunk, az jó pénzt fog hozni. Tehát nem csak öröm lesz, de pénz is. Ez csodálatos. Ez a királynő is lehet olyan, mint a király, hogy nagyon jó tanácsot adhat nekünk. Anyagi támogatást kaphatunk ettől a királynőtől. Lehet ő egy családtag, lehet egy anya, lehet egy testvér. Ilyen is lehet. De igen, ő is lehet egy bankár például. Nos, de pénz van. Megyünk tovább. Október. Októberben kezdődnek a születésnapok. Na nézzük, mit mond nekünk ez a kártya pakli. A varázslók, a kastély. Október. 9-es. Volt ilyen 9-esünk. Itt van május, ugye a kelyhek 9-ese, itt van május, és itt van megint egy ilyen 9-es, ott a dzsin. Kijött azért, hogy teljesüljenek a kívánságok, a vágyak, tehát itt valami teljesül. Hát persze születésnap, születésnapok, lehet is kívánni, kell is kívánni, akár 9 kívánságot is. Az univerzum mindenre képes. Kijött a dzsin, nagyon jó. Na, húzunk még egyet. Október. Október. És a 7-es, megint kelyhek. Tehát mind a két energia, az vízenergia. A 9-es is, és a 7-es is. Vízenergia. Tehát érzelmek, érzések. A 7-es mutatja, hogy lesz akár 7 darab lehetőségünk. Lehet. Az a tapasztalatom, hogy ez a kártya mutathat 7 darab lehetőséget. Van miből válogatni. Jönnek az ajánlatok, 7 darab ajándék is lehet. Ilyen is lehet. Na hát ez csodálatos, érzelmek. Nagyon-nagyon boldog lesz itt a lelkünk, a szívünk.
November, születésnapok, na nézzük csak. November, legyen mindennapiból szorkányok. November, varázsoljunk. Nagyon szeretem ezt a kártyapaklit, nagyon gyakran használom ezeket a kis boszorkányokat. Na, varázsoljunk együtt valami csodálatosat. November, hát varázsoljunk. És mi jön ki? A mágus. Nagy árkánum, tehát fontos hónap lesz. Mágus, hát itt nincs mit mondanom. Egyszerűen mágikus erővel megtörténik a csoda. Minden megtörténhet, főleg ilyen kártyák után. Provokálni tudjuk a sikert. Akarni kell, vágyni kell, kérni kell az univerzumtól, és megkapjuk. És a mágus, ez egyes szám a nagy árkánumban, azt üzeni, hogy én képes vagyok rá. Én ezt el tudom érni. Nem szabad félni. Nem szabad félni. Tehát félelemről nincs is itt szó. Esetleg ezek a tízesek, kettő darab kardok tízese, ami nehezebb kártya. De a mágusnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy valóra váltsa az álmait, hogy elérje a célokat. Tehát én elég vagyok ahhoz. Nem kell segítség. Én meg tudom tenni. Ha van terv, akkor lépni kell. Csodálatos a mágus. A mágus az mester. Tehát ha valami itt elkezdődik, akkor mesterek lesztek. December, legyenek a fekete macskák, legyenek. December. Na, mit mondanak nekünk ezek a cicuskák? December. És a szerencsekerék. A tízes, nagy árkánum, a szerencsekerék. Hát először is mondanám, hogy ugye kerék, akkor ez lehet utazás, lehet. Vagy autóvásárlás. Ez is lehetséges. De itt minden lehetséges, főleg a mágus után. Egyszerűen nincs lehetetlen. Mindent elérhetünk. A szerencse, a fortuna a mi oldalunkon van. Ezt üzeni ez a kártya. Támogatni fogja a skorpiókat. Ezt a szerencse pillanatot, ezt nem szabad elszalasztani. Szerencsés fordulat. Ugye kerék, fordulhat a kocka. Nagy szerencse. Bármiben. Bármiben. Na most még külön szeretném mondani, hogy ugye itt a kettő darab tízes, tehát a lezárás, a végleges lezárás. Tehát a múltban hagyunk valamit, vagy valakit, vagy valakiket. És ez a kártya, ez a szerencsekerék nagyon gyakran azt mutatja, hogy akár megváltozhat a baráti társaságunk. Tehát igen, a rossz akaróktól meg kell szabadulni, a hamis barátoktól meg kell szabadulni, nagyon helyes, ott kell hagyni a múltban, és ha jönnek az új barátok, vagy csak azok maradjanak, akik igazi barátok. Na most, a szerencsekerék szerencse bármiben. Ugyanazokat a köröket nem szabad futni. Ahogy mondtam, hogy lehet, hogy valaki vissza akar jönni hozzánk, és itt, ahogy mondtam, hogy esélyt, még egy esélyt nem szabad neki adni. Tehát, ha ugyanazokat a köröket csináljuk, visszamegyünk ugyanarra a munkahelyre, nem lesz jobb. Tudjuk, hogy eddig mi volt, semmi jót, semmi jobbat nem érdemes várni, mert nem lesz. Vagy ugyanabba a párkapcsolatba visszamegyünk. Nem, ott is ugyanaz a forgatókönyv. Tehát ez a kártyalap mindig azt üzeni, hogy rá kell ugrani erre a szerencsés spirálra, és felfele emelkedni. Tehát nem körbe-körbe járunk, hanem felfele. Tehát ez nagyon fontos. Ezt a szerencse pillanatot nem szabad elszalasztani.
Nos, kérünk szépen még egy plusz tanácsot, még egy plusz segítséget. Nagyon sok kártyám van, még ennél is több. Nem is tudom összesen hány kártyapaklim van. Angyalok. Mit mondanak az angyalok? Egy plusz segítség, egy plusz információ az angyaloktól. Na nézzük. Angyalok. Hármas. Tűzenergia. Hát ez a kártya, ez maga az akarat. Ez maga az aktivitás. Ha itt még vannak lehetőségek, el lehet kezdeni valamit, akkor itt már megyünk a célunkhoz. Tehát itt nem állunk meg. Itt elindultunk, és a célig nem állunk meg. Még ha jönnek is az akadályok, akkor is nem adjuk fel. Ez lehet valakinek tanulás, ez lehet valakinek új munka, új projekt, új párkapcsolat, utazás, bármiről is van szó. A lényeg, aktívak vagyunk. Meg akarjuk tenni, és mindent megteszünk azért, hogy ez nekünk sikerüljön. Zseniális. Tehát ilyen legyen az egész év. Ilyen akaratos tűzenergia, tűzenergia dominál, ugye? Megyünk megvalósítani a célokat, az álmokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, kellemes ünnepeket kívánok, boldog új évet, és ilyen mágikus legyen az egész év. Mindenkinek nagy ölelés. Sziasztok!